Talán most már 5 éve is van, amikor először jött egy gondolat, fogalmam sincs, hogy honnan, hogy hogyan lehet sajtot készíteni, vagy hogyan készül maga a sajt. Akkor nagyon egyszerű recepteket találtam az interneten. Tej, ecet. Vannak ilyen receptek. Valami lett belőle, nem lett az igazi. A plébániai levelező listára rakta föl itt egy helyi művelődés szervező ismerős ezt a lehetőséget, hogy a helyi művelődési házban lesz egy alkalmas sajtkészítő, hát nevezük tanfolyamnak. Az már egy kicsit nagyobb sikerélmény volt. És akkor hát ennek most már ez be, abszolút, dolog. Rögtön beszippantott. És mi tetszik a sajtkészítésben neked? Szerintem maga az alkotás folyamata. Most például, amit készíteni fogunk, az egy raklet sajt. Egy barátom ihlette, ő kérdezte, hogy nem készítek-e ilyen sajtot. És ugye minden sajtnak az alapja a jó tej. Hát azt honnan veszed, illetve hogy azért ott is lehet tudni, hogy bizonyos fázisokban más íze van a tehenek tejének, még azonos tehénnél is, én úgy tudom. Vagy javíts ki, ha ez valami. Igen, ez valóban így van, tehát mondjuk a zsírtartalma is függ attól, hogy a tehén milyen laktációs időszakban van. Itt a közelünkben 2 kilométerre van egy tehenészet, itt a város szélén, én onnan veszem a tejet. Mi a terv? De... hogy fölforralni teljesen, nem, vagy nem? Fel lehet, tehát lehet pasztorizálni a tejet, de én nem szoktam, ezt hívják nyers tejes eljárásnak, tehát amikor pasztorizés nélkül készíti valaki a sajtot. Általában olyan 30-40 fok körül kell melegíteni, körülbelül egy óra kell, mire eléri a megfelelő hőmérsékletet. Azt szokták mondani, hogy a legelső sajt az úgy készült, valamikor az ókorban, nem tudom, hogy egy fiatalember, egy fiú elindult egy hosszabb útra, és vitt magával tejet. De hát ugye akkor palackok, műanyag üveg még nem volt, és az akkor használatos különböző tömlőket használta. Megfogott egyet, ami következetesen borjú oltógyomor volt. Ezt is használjuk, egyébként a természetes tejoltót ezt ebből nyerik ki, és beleöntötte a friss tejet, mire megérkezett a céljához, addigra sajt lett belőle. Hát ez tartja a mondás. Lehet, hogy nagyon hosszú út volt. Neked is csak ennyi kéne, hogy itt járkálni egy tömlővel. Igen. És akkor türelem, ahogy te mondtad, a sajt készítőt. Most jön a türelem, igen. Ilyenkor lehet más csinálni, előző napon készült sajtokat forgatni, elrakni, előkészíteni. Nagyon sokáig zoológus szerettem volna lenni, de a kémiával nem kerültünk nagyon szoros kapcsolatba, illetve barátságba. És valahogy az agráron kötöttem ki, mert a biológia az érdekelt. És egyáltalán nem volt tudatos a döntés. Én Keszthelyen végeztem a Georgikonon, és miután fölvettek, akkor vált világossá számomra, vagy akkor került szóba a családban, hogy mindkét nagyapám ott végzett Keszthelyen. Így jött maga az agrár. Én 10 évig temetkezésben dolgoztam, aztán onnan elindult egy útkeresés, ami talán még mindig tart. Máltai Szeretett Szolgálatnál egy logisztikai csoportot vezetek egy projektben. Talán most kezd majd kikristályosodni ezzel a háztáival, vagy ez, amiben úgy vettük észre, hogy Enikőnek is, meg nekem is ezt a vonalat, lehet, hogy az ősök vonalát folytatjuk. Gimnázium végén nem nagyon tudtam, hogy merre menjek tovább. Rajztagozatra jártam, és akkor gondoltam, jelentkezek a Kertészeti Egyetemre, ott volt egy tájépítészképzés is.
Aztán végül a kertészmérnöki képzés lett belőle. A végén már nagyon, nagyon más érdekelt engem, akkor már a teológia felé kacsingattam. Én felnőtt koromban konfirmáltam igazából, 19 éves voltam, már érettebb fejjel, és elkezdett engem érdekelni a teológia. Bekapcsolódtam a kelenföldi gyülekezetbe, és ott kicsit a gyerekmunkába is beleláttam. Anyukám pedagógus, úgyhogy innen talán van ez a kis pedagógiai vonal. És aztán így jelentkeztem a hitoktatói képzésre. A lelkészünk most már oktató a mentálképzésen, ő akkor végezte, ott csinálta a projektmunkáját is, és nekem nagyon tetszett maga a képzés, hogy ilyen módon belepillantottam, hogy mi is ez. És már nem is tudom, úgy többektől hallottam, hogy mentek, elvégezték, és hogy hát életük nagy élménye volt. Én is mondhatom, hogy egy páratlan élmény. Ez a képzés olyan volt szinte, mint egy lelki gyakorlat. Teljesen világi környezetben. Egy barlangász csoportban ismerkedtünk meg, fél évig, egy évig. Nem találkoztunk kint az utcán, vagy fényes nappal, hanem csak a barlang sötétjében láttuk egymást. Ez olyannyira így történt, hogy amikor én elkezdtem barlangászni, mint a budai oldalon lévő barlangokba jártunk, és hát így kezdtem már megismerni a társaságot. Elhívtak egy születésnapi házi buliba, bementem, és mindenkinek bemutatkoztam, és mindenki mondta, hogy de hát már ismerjük egymást. Elég hamar kiderült egymásról, hogy van egy kicsit más érdeklődésünk is. És Enikő, te hogy kerültél ebbe a barlangász csapatba? Ez gimnáziumban kezdődött, a nővérem geológusnak készült, már elég régóta, az is lett, és valahogy ő, meg egy barátnőm, így hárman elkezdtünk hát ilyen kalandokat keresni, elhatároztuk, hogy hát mi bizony barlangászni fogunk. Hát a nővérem volt az, aki kijárta ennek az útját, és aztán így találtunk rá egy budapesti csapatra. Ügyesen csinálod, az ember úgy érzi, hogy meg tudná csinálni ezt. Egy idő után mennek, megpróbálod? Az esküvőnk az evangélikus templomban volt. Géza részéről ezt egy ilyen megtiszteltetésnek éreztem igazából, mert azóta láttam, hogy általában a katolikus félnek a templomában vannak az esküvők, legalábbis az ismeretségi körünkben. Aztán a Lagdi pedig itt volt Káposztásmegyeren a nagyteremben. És a gyerekeiteknél mi határozta meg, hogy ki milyen felekezethez tartozik? Igen, ez még egy furcsaság, mert általában ezt el szokták dönteni előre a szülők, vagy van ez a hagyomány, hogy a fiúk az apa, a lányok az anyának a felekezetét röklik, úgymond. Ja, mi ezt nem szerettük nem volna. Nem szerettük volna így. Ne azért legyenek katolikusok, mondjuk a fiúk, mert hogy én katolikus vagyok, vagy a lányok evangélikusok, mert Enikő evangélikus. Szerintem minden családban máshogy működik, tehát mindenkinek magának kell megtalálni azt az utat, ami az övé. Mi úgy éreztük, hogy ha esetleg így is lesz, ne ezért legyen. És hát ahogy beszélgettünk meg, ahogy születtek a gyerekek, illetve nőttek, azt tudtuk, hogy valahogy szeretnénk megjeleníteni ma az ökumenét, hiszen a keresztség az egy, az közös.
ott még nem dől el semmi. Tehát aki keresztény, az Krisztushoz tartozik. Persze, valamelyik templomnak az anyakönyvébe bevezetik, hogy itt és itt, ekkor és ekkor keresztelték, de azt gondoltuk, hogy akkor még korai lenne ezt így kimondani. Nem elodázni akartuk a kérdést, tehát hogy jaj, nem, most még ne foglalkozzunk vele, de úgy éreztük, hogy az korai lenne így beskatujázni őket. Szerettük volna, hogyha keresztelők, azok közös ünnepek lennének. Gyöngyvér a legidősebb lányunk, ő itt a katolikus templomban lett keresztelve, de a keresztanyukája evangélikus. Jankó János Pál, ő a második gyermekünk, ő az újpesti evangélikus templomban lett keresztelve, de úgy, hogy jelen volt a lelkész és a katolikus papista, Csolymár Péter és Tomka Feri atya. Hát szerintem a harmadik volt a legkülönlegesebb. Talán. Igen, az nem is templomban volt, hanem egy közösségi házban, ahol felváltó forgásban vannak misék, istentiszteletek, három közösségnek az alkalmai, és egy ottani misében lett ő megkeresztelve, de szintén evangélikus lelkész jelenlétében. Hát valahogy szerettük volna, ha ez egy ilyen közös ünnep lenne mindegyik felekezetnek, ha már ez egy közös szentségünk. De azért a két egyház között vannak éles különbségek bizonyos dolgokban. Azokat hogyan tudjátok kezelni? Például ugye közösen úrvacsorát, hát úgymond nem tudtok venni együtt, hanem külön-külön kell ezt megérni. Igen, ez például egy fájdalom konkrétan, hogy a másiknak az alkalmán úgymond, mintha ki lennénk zárva valamiből. Nem tudom, én amis én ezt így fel tudom oldani, van egy mondat, ami elhangzik a közösség részéről, hogy nem vagyok méltó, hogy a hajlékomba jöjj, ezt mondja a közösség. És én ebben a mondatban úgy megtalálom azt, hogy ott vagyok, de ugyanúgy enyém lehet Jézus, mint a többieknek. Itt a plébánián, ahol felnőttem, itt mindig is mondjuk úgy, hogy élénk volt az ökumenikus élet, vagy itt a kerületben. Tomka Ferenc atya volt a plébános 25 évig, neki szívügye az ökumené, és az ökumenikus imaheti imaórákon mindig volt egy nap külön az ifjúságnak is szervezve. Úgyhogy tehát viszonylag hamar találkoztam más felekezetű fiatalokkal, később a közös pont sátor misszióba csatlakoztam be, ami ugye szintén egy ökumenikus közösség. Úgyhogy annyira nem jelentett nekem nagy kihívást, vagy nem tudom, tehát hogy enikő evangélikus. Azt gondolom, hogy inkább egy gazdagságot, egy plusz színvilágot kapott ezzel az életünk. Minden vasárnap szépen kisakkozzuk, hogy hova menjünk. Igazából annyit határoztunk csak el így a házasságunk kezdetén, hogy együtt szeretnénk mindenhova menni, mindkét helyre. Ne legyen az, hogy egyikünk jobbra, másikunk balra, hanem akkor az egész család egy helyen vesz részt valamiben. Is házasok voltunk, amikor már a lakás is ilyen volt, ahol kezdtük a közös életünket, az is egy gondviselésszerű. Kiküldtük az esküvői meghívókat a barátainknak, családtagoknak, és valakihez későn ért oda. És volt a meghívóhoz egy nászajándék lista, mert hát még közös háztartásunk nem volt, föl kellett szerelni, és tudtuk, hogy szívesen adnak az emberek ilyesmit. De valaki már nem tudott belőle választani, pénzt meg azt mondta, nem szívesen ad, úgyhogy fölajánlotta az üresen álló lakását. Ezt a polgári esküvőnk után tudtuk meg az ebédnél. Akkor mondta apósom, hogy kérdezte, hogy és hol fogtok lakni? Akkor úgy hümmögtünk, hogy hát, neki is van egy szobája, nekem is van egy szobám, majd valahogy el leszünk. És akkor mondta, hogy hát ez a baráti család felajánlotta
az üresen álló lakását, úgyhogy ott kezdtük a közös életünket. Próbálunk mindig időt szakítani, vagy kérni magunknak, kettőnknek, amiben a nagyszülők nagyon nagy segítségünkre vannak, illetve néha fiatalok is besegítenek a családból, amikor rájuk bízunk a gyerekeket, és akkor mondjuk este elmegyünk, akár együtt szentmisére, tegnap este például így voltunk együtt szentmisén. Arra például nagyon figyelünk, hogy minden évben néhány napot kettesben töltsünk, együtt menjünk el nyaralni, telelni, mikor hogy sikerül. Már jeleztek, amikor kotkodácsolnak, akkor megjött a tojás. Araukánának hívják ezt a tyúkot. Csilei egészen... fajta, egy indián tyúk. Húha! Mit jelent számodra a templom, az imádságháza, vagy az Istenháza? Egy megállást jelent. Jó egy héten egyszer úgy megállni, hogy onnan el is tudok indulni valahova. Én azt élem meg a templomban, hogy van miből táplálkozni arra a hétre, és aztán van hova megérkezni. Egy állandó hely, ami itt a bejáraton is látszik, egy ilyen erős vár. Hazaérkezek. Egy biztos pont és stabilitás. Nyilván az Istennel mindenhol lehet találkozni, de mégis egy ilyen jó érzés, mint amikor hazaérkezik az ember. A szüleim nem találták meg itt a városban ezt az egyházi közeget, de örültek neki, hogy mi megtaláltuk. A járvány előtt több lehetőség volt arra, hogy hívjuk a családokat ide a templomba. Egy teljesen kötetlen napra játékos feladatokat állítottunk össze a gyerekeknek. És volt egy család, akik talán nagymama, anyuka meg a gyerekek így jöttek el, és nekik halvány emlékeik voltak arról, hogy valaha a család egy evangélikus közösséghez tartozott. De náluk ez valahogy elveszett, és azzal, hogy indultak hittanok az iskolákban, azt valahogy újra felfedezték. És elmesélték, hogy ez nekik micsoda nagy élmény újra belépni egy templomba. Egy ilyen hálát éreztem rajtuk, hogy itt lehetnek. Családoddal jártatok templomba már kisgyerekkorod óta, szüleitől mit hozol? Azt hiszem, hogy egyfajta hűség, a Istenhez való hűség, amit tőlük kaptam, vagy inkább láttam, így fogalmaznék. Ritkán beszélgettünk otthon hitbeli dolgokról, előfordult természetesen, de sokkal inkább az ő hűségük és bizonyosságuk. Azt hiszem, hogy az Isten léte az sose kérdőjeleződött meg bennem. Tehát az valahogy mindig biztos volt. Tehát, hogy ő van és létezik. Az egyik kislány kérdezte a hittanórán, hogy de honnan tudom én meg, hogy van Isten? Akkor ugye eszembe jutott, hogy honnan tudod meg, hogy az anyukád otthon van-e? Azt mondja, fölhívom. Mondom, akkor gondolkozzunk egy kicsit. Azt mondja, hogy ja, lehet, hogy imádkozni kéne? Hát mondom, lehet, hogy jól gondolod. Akkor próbáljuk meg.
amikor aranyos volt, következő héten jött, hogy hát Enikő néni, én imádkoztam. És azért imádkoztam, hogyha hallja Isten, amit én mondok, akkor legyen 4-es a matek dolgozatom. És tessék elképzelni, hogy ott is kaptam pontot, ahol nem kellett volna. És 4-es lett a matek dolgozatom. Lehet, hogy az Isten hallotta, amit én mondok. Hát mondom, látod, ez lehet. Nekem is volt egy ilyen időszakom, ezt is szoktam mesélni a gyerekeknek hittanórán, amikor hát itt kisgyerekes anyukaként a lakótelepen egy ilyen novemberi esős estén tobogattam a babakocsit, és úgy visszaemlékeztem arra, hogy hát nekem milyen jó volt a kertes házunkban, ott egy padlásszobám volt, ott mindig az égre felnézve nagyon jót tudtam imádkozni, és elkezdtem magamban bosszankodni, hogy hát nagyon sok fény volt ott, utcai lámpák, és elkezdtem bosszankodni, hogy nem igaz, hogy itt még föl se lehet rád nézni. Vicces volt így a fölöttem levő utcai lámpa, abban a pillanatban kialudt, meg tudtam állni, fölnéztem az égre, ja, mondom, akkor mégis. Ez a plébániai közösség, ez nagyon sokat segített a hitem fejlődésében. Ugye itt nőttem föl, itt voltam első áldozó, itt bérmálkoztam, és elég nagy hangsúlyt kaptak akkor is, most is, az ezekre való készületek. Tehát egy hosszabb készület volt, mind az első áldozásra, mind a bérmálásra, ahol a hittan csoporttal együtt készültünk, nem csak tananyagszerűen, tehát nem csak a hittani dolgokat tanultuk végig, hanem bizony valóra is váltottuk az ott tanultakat, vagy a Szentírásból hallottakat. Konkrétan emlékszem egy alkalomra, amikor Mikulás környékén elhatároztuk, hogy korábban gyakorlat volt, hogy együtt mikulásoztunk, valami kis ünnepséget tartottunk, de akkor környékbeli nehéz helyzetben lévő családokat kerestünk meg. Itt van egy elég stabil Caritas közösség, és ennek a vezetőjének a segítségével kerestünk föl tényleg nagyon nehéz sorban lévő családokat, nekik vittünk kisebb csomagokat, amiket mi gyűjtöttünk össze. Kicsit ott voltunk, beszélgettünk velük. Ez is nagyon, nagyon sokat adott nekem. Illetve volt egy idő, amikor rendszeresen jártunk Ipolytölgyesre, ahol sérült embereknek van egy otthona, és őket látogattuk. Volt, aki rendszeresen járt, volt, hogy évente egyszer-kétszer, nyilván nagyobb csoporttal ritkábban jutottunk el, de ott is mindig megáll az ember egy pillanatra, hogy mi is a fontos. Által bérelt lakás. Nehéz helyzetben lévő családoknak próbálunk egy ideig segíteni a lakhatásukban, és a mi kis csapatunk a lakások felszerelését adott esetben kisebb javítási szerelési munkákat végzi. Merjük elfogadni magunkat olyannak, amilyenek vagyunk. És én azt hiszem, hogy erre nagyon, nagyon jó volt ez a képzés, hogy nagyon sokunknak adott egy önbizalmat. Azok a nyomasztó dolgok, amik úgy éreztem, hogy hozzám vannak nőve, akár egy ilyen gyerekkori szorongás, azt van, aki ki tudja vinni az ajtón. Nekem jelentős szorongásaim voltak így gyerekkoromtól kezdve, és én úgy érzem, hogy ez az Isten kapcsolattal kezdődően kezdett így lebomlani rólam. És nekem vannak ilyen reményeim, hogy talán mire teljesen megőszülök, már talán egy kiteljesedett személyiséget tudok az embereknek adni. Sokszor mondtam a gyerekeknek, amikor azt mondták, hogy félnek, mert sötét van, vagy egyedül vannak, nem tudom, vagy egy iskolai dolgozattól, akkor mindig azt szoktam nekik mondani, hogy ne féljetek, sosem vagytok egyedül. És
hát a mindennapokban is ezt élem meg, akár egy-egy nehezebb szituációban. Nem egyedül kell megoldanom, bele kell raknom a magam részét, ami tőlem telik, de hogyha a Jóisten segítségét kérem, vagy csak annyit, hogy legyen ott, akkor ő ott van.